Bizonyára kedves nézőink is értesültek már arról, hogy országos tűzgyújtási tilalmat rendeltek el, mivel az elmúlt hetekben nagy mértékben megnőtt a szabadtéri tüzek száma. A katasztrófavédelmi szakembertől megtudtuk, hogy megnőtt a száraz avar mennyisége, ez pedig több hektáron alkalmas tüzet fogni. Amennyiben valaki szabadtéri tüzet észlel, minden esetben a 112-es központi segélyhívót kell hívnia. 5 megyére és a főváros területére lett elrendelve tűzgyújtási tilalom. Ez ugye azért fontos, mert az elmúlt időszakban a szabadtéri tüzeknek a száma igen nagy arányban megnövekedett. A szabadtéri tüzeknél tudni kell azt, hogy mind a gépjármű parkunk, mind a személyi állományunk magasabb igénybevételnek vannak kitéve, és ezen igénybevételek sajnos elvonhatják olyan helyekről mind az eszköz, mind a személyi állományt, ami esetleg fontosabb lenne. Nagyon nagy kiadást is jelent, mert sok üzemanyaggal, kemény fizikai munkával tudjuk ezeket megoldani. Itt a tavasz, itt a szép idő, megnövekedett a száraz avar, illetve száraz vanádasoknak a száma. Most a kiszáradt állapotában nagyon könnyen hajlamos arra, hogy több hektáron képes harapozni, kigyulladni. Ehhez elég akár egy eldobott dohánynemű a gépjárműből. Felelőtlenül kidobunk egy csikket, és ezáltal nagyon sok állami költségben kell ezt, hogy mi elolcsuk, illetve az állománynak az igénybevétele sokkal nagyobb, és esetlegesen a lakástüzektől elvonja az eszközt és az erőt. Maga tűzgyújtási tilalom ugye általában erdők és erdőktől mért 200 méteres távolságon belül érdekes, és a tűzgyújtási tilalom idején az erdőkben sétáló vagy kiránduló helyeken a kijelölt tűzgyújtó helyeket is érinti, tehát ott sem szabad. Viszont nem szabad elfelejteni azt, hogy a belterületen mindenhol a saját önkormányzati rendelettel szabályozzák, hogy hogyan lehet szárazavart és növényi hulladékot égetni. Azonban ez a tűzgyújtási tilalom őrájuk csak abban az esetben vonatkozik, ha külön a rendeletben szabályozzák, hogy tűzgyújtási tilalom idején azt sem lehet csinálni. Viszont nem szabad azt elfelejteni, vagy mint itt is látjuk, nem olyan messze vagyunk a településtől, érintheti a szélső sor házakat az a 200 méter, tehát olyan esetben ott nem lehet, de bent a központban, ahol távolabb vagyunk a szabadtértől, ott természetesen azért ez nem vonatkozik. Ez az intézkedés gyakorlatilag addig tart, amíg nem következik be egy olyan, hogy a növények kizöldülnek, és már az egésznek nincsen értelme, illetve akkor, hogyha bekövetkezik egy-két-három napos olyan csapadék mennyiség, amivel már ez a veszély nem áll fenn, akkor nyilván visszavonásra kerül, de mind visszavonásig ez természetesen érvényben van, és akkor itt még egy dolgot megemlítenék, hogy a külterületi égetéseknél ugye külön engedélyezési eljárás alatt lehet megtenni ezeket az égetést, viszont az, amit határozattal az illetékes katasztrófai kirendeltség adja ki ezt az engedélyt, azonban ebben a határozatban az is szerepel, hogy ebben az esetben, mikor tűzgyújtási tilalom kerül elrendelésre, ez az engedély hatályát veszi, tehát akkor már az engedély hatájával sem szabad égetni szabad területen. Találkozunk ilyen tüzekkel, tűzesetekkel. Hova tudunk leggyorsabban fordulni? A leggyorsabb a 112-nek a hívása, és a 112 diszpécsere az majd az adott tűzoltóparancsnokságnak a művelet irányításához jelzi ezt, és akkor ott el tudjuk ezt érni. Nyilván, hogy oda kell figyelnünk arra, hogy minél nagyobb időben van ez jelezve, akkor annál kevesebb munkával, annál kisebb ráfordítással el lehet ezeket a tüzeket oltani. Itt viszont felhívnám a lakosoknak a törvénytisztelésére a figyelmet, mert gyakorlatilag nagyon sok gazdálkodó szántóföldje mellett lévő ilyen területet megpróbál felgyújtani, leégetni. Én óva kérek mindenkit arra, hogy ezt a tevékenységét ne folytassa, mert ezzel komoly károkat tud a környezetének, mind a társadalomnak okozni. Nagyon sok önkéntes tűzoltóegyesület működik sok településen, egyre többen vannak már. Mennyire tudják segíteni ezen a munkáját? Az önkéntes tűzoltóegyesületek mind a kommunikációs munkában, mind pedig az effektíve a tűzoltásba bevonásra kerülnek. Nagyban tudják segíteni, mert az állományunknak a létszáma megtöbbszörözhető velük, és így nagyobb létszámmal, kisebb munkakifejtéssel el tudjuk ezeket a tüzeket oltani. Lassan vége a téli szezonnak, a fűtési szezonnak. Volt esetleg ilyen kirúgó esemény itt a megyébe? Sajnos a lakástüzeknek a száma is megnövekedett. Úgy gondolom, hogy nagyobb propagandát kell majd fordítani az idősebb, elesettebb lakosok felé is, mind a tüzelési kultúrára, mind arra a tárolásra, illetve a tüzelő fűtőberendezéseknek a használatára, hogy minél kisebbre tudjuk ezeknek a számát csökkenteni.